Egy percetek van arra, hogy meghallgassátok, hogy mi van a dobozokban. Igazából nem is az a lényeg, hogy mi, hanem a száma a benne lévő tárgyaknak. Változóak a tárgyak. Óvatosan a tetejét fogva megrázzátok, és növekvő sorrendben rakjátok a tartalma szerint, a száma szerint. Ha kész vagy, akkor indulhat egy perc rajta. What, and what's even more important, how many things are in the boxes? That's the only thing you have to pay attention to. There are different things inside, but what only matters is the amount. So you have to shake it carefully, not to open the box. And you have to put them in an order, starting with the box with the least objects in it, and it should be growing. Ready? Ki lesz a bajnok? Who's gonna be the champion in this round? Viktor jön. Rajtra indulunk. 1-2-3, rajt. Egy percet van, Viktor. Hol vagy, gyerek? Hol vagy, gyerek? Fúj, meg nagyon erősen létszik. Akkor ne fúj. Jó, de akkor fúj, meg nagyon-nagyon. Még 15 másodperc. Nem, akkor kijelni. Kész vagyunk, Viktor, kész van. Úgyhogy mi jövünk a könyveléssel. A bit later we are going to tell you how many you have found exactly. So far 4 is the record that is held by Tatabánya, if I remember correctly. And here comes the next task. The one with the ping pong balls, you know, Popsi ping pong. Egy bajnok kell nekünk ehhez minden csapatból. We are going to need a champion for this game as well. One from every team. All you have to do is to get the balls out of the box by moving your hips as fast as possible. Attila is going to put the box on you, on your hips. When that's done, please do not move. Because we don't want the balls to fall out yet. Obviously, you may not use your hands to remove the balls. Papa, hamarosan a dorogi versenyzőre is fölkerül a doboz. Jó, meg vagyunk. All right, ladies, we'll start at 3. 1, 2, 3, let's go! You are doing great, keep it up, keep it up! Még van egy pár, egy-két labda még bent van a dobozban. Come on! Only one ball for Dorog. És megvan. At this moment, the Dorog team is done. You still have a few. And that was the last. Great, great job, Benjin. Well done. Dorog elvitte az aranyérmet ebben a körben. Köszönjük szépen a segítséget a labdákkal. Következő játékunk a harisnya horgászat.
Ez egy igazán könnyű feladat. Jó, mert ilyen apró kezed van, tehát ez könnyű lesz kivenni mindenképpen. Elveszed? Ki lesz a bajnokunk? Megvan a jelölt. Jó, egyelőre még nem mozdulj meg, kérlek. The task is going to be easy. All you have to do is to get the two nuts out of the feet part of this thing. Csak és kizárólag az ujjaitokat mozgathatjátok, tehát nincs ilyen könyökből beleerősítek dolog, csak az ujjunk mozog. Attila beigazítja, még egyelőre nem csinálunk semmit, és hogyha megvagytok, akkor háromra indulunk. Egy, kettő, három, rajt! Nagyon jó, csak és kizárólag az ujjakkal dolgozunk, nem segítünk rá a másik kézre, az nincs benne a pakliban. Mind a két kéz külön, nem segítünk rá. Csak és kizárólag. Mind a két kéz külön dolgozik egy-egy külön feladaton. Nagyon jó, Várpalota, nagyon közel vagy. Könyök segítség nincs. És egymásnak sem segít a két kéz. Egy dió már megvan Várpalotának. Nem fogjuk az egyik kezünkkel a másikat. És ebben a pillanatban Várpalota mind a két diót kiszabadította. Nagyszerű munka volt. Szép volt dolog, közel voltatok ti is. Igen, nagyon nehéz feladat egyébként, mentről tök könnyűnek tűnik, de amikor oda kell állni csinálni, akkor már sokkal, de sokkal nehezebb. Both teams did great in this round. Berike. Our next Berike. Task is pretty easy. This is where you have to eat the biscuit. Me? Only one biscuit, that's all we ask for. Várpalota Becsin, who's gonna be your champion?